Bonyhád és Vernaváros testvértelepülési együttműködésének 30. évét ünnepelte. Ez alkalomból jubileumi ünnepi testületi ülést tartottak, és további 5 évre erősítették meg aláírásukkal a városok közötti együttműködést. Kimindi Tamás harmonikás előadásával a két város közös emlékeit megörökítő fényképek levetítésével, valamint a két ország himnuszainak eléneklésével vette kezdetét az esemény. Ma is élő kapcsolat van a városok között, fejtette ki Filóni Ferenci Bolya Bonyhád polgármestere. A barátainkban lehetünk fel az egész világot. Borszék, Hochheim, Jászrovi, Madévfalva, Pancsova, Tardoskert, Treutlingen, valamennyi testvértelepülésünkhöz szoros kapocs fűz. A legrégebbi Vernahóhoz, amelyel 1989-ben tettük hivatalossá az együttműködést. Jó döntést hoztak az akkori vezetők, hiszen két olyan település kötött barátságot, amelyeket a történelem vihara, a színes kultúra és vagy éppen napjainkban a fejlődés iránti töretlen szándék is összefűz. Fontos a népek közötti egyetértés, hívta fel a figyelmet Armin Eibl, Vernau polgármestere. A német város első embere kiemelte, rengetegféle program van most Bonyhádon. Mi most nagyon sok fiatallal érkeztünk, mondta. 34-en jöttek azok, akik 30 év alattiak. Nekik is fontos megmutatni, hogyan lehet kapcsolatokat tartani, és hogyan lehet elejét venni ma a rossz dolgoknak. Ez a mi együttműködésünk is ezt a célt szolgálja, mondta a német testvérváros polgármestere. A Vernauval kötetett testvérvárosi együttműködésnél jelenlévő Kőlerné Kokilona számára felemelő érzés volt jelen lenni a jubileumi ünnepi testületi ülésen. Csodálatos érzés, nagyon örülök annak, hogy én is részese lehetek ennek a rendezvénynek, és annak is, hogy ennek a már 30 éves kapcsolatnak, hiszen én is az elsők között ott voltam, amikor aláírták a szerződést, és azóta is követem ezt a kapcsolatot, és segítője, szervezője vagyok. Tehát több szempontból is nagyon fontos ez nekem. Már a tánccsoport szempontjából is, hisz a bonyhádi tánccsoportot 88 óta vezetem, és többször jártunk már Vernauba, a Vernaui tánccsoport is számtalan alkalommal jött már hozzánk, tehát egy élő kapcsolat van Vernau és Bonyhád között, nem csak a tánccsoporttal kapcsolatban, hanem a tűzoltókkal, iskolákkal, tehát egy nagyon széles sáv van, és nagyon örülünk annak, hogy ez tényleg egy élő kapcsolat, és bízunk abban, hogy még nagyon sokáig ez élni fog. Vernau után az erdélyi Borszék testvértelepülési együttműködésének 5. évét is megünnepelték az egybegyűltek. Az erdélyi Borszék polgármestere szerint minden testvérvárosi együttműködésnek az alapja egy előzetes ismeret, legyen ez akár a két város állampolgárainak házassága, vagy a határokon átövelő civil szervezetek összefogása. Így volt ez Bonyhád és Borszék esetében is. A Borszéknek 9 testvértelepülése van, és a legutolsó az pont Bonyhád, és én azt is szoktam mondani mindig, hogy egy testvértelepülési kapcsolatnak az alapja az nem csak egyszerűen, hogy két település vezetősége megkeresi egymást is, hogy akkor mostantól kezdve legyünk testvértelepülések, hanem mindennek van egy alapja, legyen az akár egy baráti kapcsolat, akár egy civil szervezet közötti kapcsolat, és ebből lehet aztán lassan ugye kinőni és kinöveszteni egy ilyen testvértelepülési kapcsolatot. És ilyen volt ez Borszéken is, hiszen megvan az előzménye, akár mondhatnám azzal is, hogy 2006 óta és azóta minden évben ott van a borszéki városnapokon a Bartina népi zenekar, amelynek két tagja, ugye Bonyhádi, a Kovács Gábor, valamint a Szabó László. Mint mondtam, ők minden évben azóta is ott zenélnek nálunk, de ugyanakkor a Szőcs Béla, aki 2008-ban került oda Borszékre, a Bükhavas menedékházba, és rajtuk keresztül meg Horváth Zoltán, és sok embert sorolhatnék, akik ugye az évek folyamán Borszékre jártak, és akikkel baráti kapcsolatokat kötöttünk, és akkor idő után ugye úgy éreztük, hogy eljött az idő, hogy akkor igenis ez a két település most már kössön ilyen testvértelepülési kapcsolatot, és abban az időben, hogy akkor Potápi Árpád János polgármester úrral úgy döntöttük, hogy akkor igen, a kérésnek eleget teszünk, és akkor így mond szentesítjük ezt a két település közötti kapcsolatot. A kölcsönös megajándékozás után az egybegyűltek levonultak a Szabadság térre, ahol ünnepélyes keretek között szelték fel azt a tortát, melyet Bonyhád és Vernau testvértelepülési együttműködésének 30. évfordulóját szimbolizálta. A jeles alkalomra egy helyi cukrás sütötte meg a csokis édességet, amelyből több százan részesülhettek.
A gasztrokulturális programok mellett számos kísérőprogram garantálta a szórakozást minden korosztály számára. Egy gyerek sem távozhatott üres kézzel, mivel a színpad mögött ajándékokat osztogattak. A szabadságtér zöldövezetét kihasználva ügyességi és készségfejlesztő játékok, csillám és henna tetoválás is várta a gyerekeket. A Bonyhádi Barangoló címmel városismereti versenyt rendeztek, valamint állandó és elkerülhetetlen eleme volt a fesztiválnak Vágó János, Mr. Piano, aki zongorájával útra kelt és késő estig zenélt.